Köszöntöm Önöket! 1422 hallgató számára kezdődött meg az új tanév a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán idén ősszel. A tanévnyitó rendezvénynek hagyományosan a Beregszászi Református templom adott otthont. Az ünnepség Kárpátalja történelmi zászlóinak felvonultatásával kezdődött, melyeket a főiskola kuruckori viseletbe öltözött hallgatói vittek be a templomba. Az évnyitón a főiskola többeket is kitüntetett, Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a főiskola tudományos tanácsa által létrehozott Rákóczi díjat kapta. Az első évesek eskütételével kezdődött a főiskolások avatása, majd készfogással köszöntöttek minden új hallgatót a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola évnyitóján. Orosz Ildikó, a főiskola rektora, tanévnyitó beszédében beszámolt az elmúlt évben elért sikerekről, többek között arról is, hogy a magyar államnak köszönhetően a főiskola megnyitotta az egészség- és sportközpontját, amellyel megoldódott a testnevelés órák elhelyezése. Elmondta továbbá, hogy számos új szakot is indítottak a főiskolán, magyar és ukrán nyelven, a hallgatói létszám pedig évről évre egyre emelkedik. Azt gondolom, ez az év lesz az az év, amikor elmondható, hogy egy felsőoktatási intézményhez méltó körülmények között kezdhetjük meg a tanévet. Eddig ugyanis nagyon hosszú volt a történetünk, és az elmúlt 21 évben voltunk ágyrajárók, egy-egy oktatási intézményben bérelt néhány terepen. Voltunk albérlők, majd lettünk főbérlők, és most végre a saját tulajdonunkban vagyunk, ahol az oktatói épület mellett elkészült egy tornacsarnok, ami által lehetőség nyílik a tornaórák vezetésére helyben. Nem kell bérelni az összes iskolától a tornatermet a városon belül. Emellett egy tornaudvart, parkosítást is kialakítottunk, sőt mi több, arra gondolva, hogy sokszor a diákok után kell menni, hiszen Kárpátalja ez nem egy megye. Alapjában ez a régi történelmi Ungugocsa, Bereg és Máramoros megyékből összehozott óriás megye, ami 1 200 000 lakossal bír, olyan, mint egy ország lenne, hisz az Unióban több olyan ország van, amely kevesebb lakossággal bír, és ahol a magyarok élnek, az négy megyében az ukrán-magyar határ mentén széthúzódva élnek. A diákok pedig általában egy 30-50 kilométeres körzetből utaznak szívesen betanulni, mi pedig egy 200 kilométer hosszú távolságban lakunk, ezért kihelyezett felsőfokú szakképzési tagozatokra gondoltunk. Ennek az első fázisa, a nagydobronyi oktatófázis megépült. Remélem, hogy egyezmények alapján sikerül élettel megtölteni, ahol olyan szakmákat oktatnánk, ami a szakképzés területe, és ami rögtön munkalehetőséget biztosítani itthon vagy otthon, értem ez alatt Szabolcsba, hiszen oly közel vagyunk, hogy aki itthon lakik, de ott tud dolgozni, az is megél, túlél, és tudja gyarapítani ezt a közösséget. A főiskola rektora hozzátette, a magyar állam több olyan programmal is hozzájárul az intézmény utánpótlásának kineveléséhez, ami hosszú távon a régió hasznára is válik, úgy Kárpátalján, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egyaránt. A beindított szakokhoz a magyar állam hozzájárul azzal is, hogy elindította a Kárpát-medencei óvoda programot, amiben a Kárpátai Magyar Pedagógus Szövetség a fő, egyik fő koordinátor az egyházakon kívül, és ebben az évben mintegy 50 kárpátai magyar állami óvodát sikerült felújítani, és remények vannak arra, hogy olyan vidékeken, ahol magyar nyelvű oktatás az elmúlt 100 évben alig, vagy egyáltalán nem volt, vagy csak néhány évre indították meg, ott most alapítványi magán intézményként elindulhat az óvodai nevelés, és ez adhat egy utánpótlás bázist nem csak a főiskolának, hanem hosszú távon az egész régiónak, hiszen mi tudjuk, hogy a legdepresszívebb régió Kárpátalján kívül Magyarországon is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahova kell utánpótlás kétkezi, értelmiségi. Remélem, hogy ez az egység, ami korábban volt,
visszaáll. Hiszen Kárpát-medence mindig úgy működött, mint egy közlekedő edény, amiben ugye volt egy beállt feszültség, többé-kevésbé egyformák voltak a viszonyok, és ebben az illetők szerették megtalálni a helyüket. Ezt 100 évvel ezelőtt lezárták. Most megnyíltak a lehetőségek, kapuk, és az egymásra találás és az egység jegyében az, hogy mindenki keresse a medencében a helyét, megnyílhat egy új lehetőség a mi diákjaink számára is, de nagyon remélem, hogy előbb-utóbb visszafelé is, hiszen például a főiskola kihelyezett tagozataira, mi szeretettel várjuk Csonkaberegből is a diákokat, lehet, hogy neki közelebb van, mint Nyíregyháza, a főiskola, ahol az együttműködés kapcsán a Debreceni Egyetem ápoló képzésébe vehetnek részt, vagy a SZIE Egyetem mezőgazdasági mérnök, vagy mezőgazdasági élelmiszeripari mérnök, vagy kertészmérnök képzésében, vagy netán a Debreceni Egyetem programozó informatikus, vagy programtervező informatikus képzésében vehetnek részt. Ez egy lehetőség, és az én vágyaim között ott szerepel, hogy nagyon természetessé váljon mindenki számára határ ezen oldalán, azon oldalán, mindenki beregi számára, mindegy, hogy hol él, az, hogy ha választ, akkor elgondolkozik, Beregszázban megyek-e, vagy Nyíregyházára. És ez a legtermészetesebb folyamat jöjjön el minél hamarabb. Az évnyitón többeket is kitüntettek. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Főiskola Tudományos Tanácsa által létrehozott Rákóczi díjat kapta. A díjátadást követően Semjén Zsolt köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében kiemelte, hogy Magyarország nemzetpolitikája mélységes keresztény gyökerekből indul ki, és a magyar kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy a magyar nemzet fennmaradjon a határon kívül élő magyarokkal együtt. Ezek között a falak között, ezek között a megszentelt falak között megkockáztatom azt gondolatot, hogy Magyarország nemzetpolitikája mélységes keresztény gyökerekből indul ki, hiszen a kereszténység mindig értéknek ismerte el a nemzetet. Gondoljunk arra, hogy a katolikus egyház régebb, mint bármelyik európai nemzet. Gondoljunk arra, hogy a protestantizmus egyháza is régebbiek, mint az európai országok nagy többsége. Tehát a kereszténység nem megfojtotta a nemzeti létet, hanem pontosan a megnemesítésével lehetővé tette annak kibontakozását, fennmaradását és gazdagodását. Ezért keresztény alapon két szélsőséget kell elutasítani. Az egyik szélsőség az, amelyik nem tekinti értéknek a nemzeti létet, és múltból itt maradt valami fajta relikviának, vagy valami kicsi provincializmusnak tekinti a nemzeti fogatartozást. Ezek az ideológiák internacionalizmus, csak kozmopolitizmus. Ez nyilvánvalóan tévedés, hiszen az emberiség értékgazdagsága a nemzetek sokszínűségében áll fel. De van egy másik irányú, ellenkező oldalú, de hasonló tévedés, amit csominizmusnak lehet nevezni, amikor egy nemzet életről alapján kétségbe vonja más nemzetek, más nemzetrészek, más nemzetiségeknek a létezéshez, a fejlődéshez és a kibontakozáshoz való jogát. Mi a kereszténység fundamentumán minden nemzetet értéknek tekintünk. Minden nemzet egyszer is megismételhetetlen érték, Istennek egy sajátos gondolata, és éppen ezért minden nemzetnek az a feladata, hogy saját magát megőrizze, az értékét kimunkálja, felmutassa, mert ez az a gazdagság, amit csak is kizárólag a nagyobb nemzet van az egyetlenség. A magyar nemzetnek egy olyan országa van, amely mindenhol önmagával határos, tette hozzá továbbá a miniszterelnök helyettes. Következésképpen az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, csak akkor lehetséges, ha minden nemzet része fennmarad. Ehhez pedig természetes, hogy a magyar állam minden támogatást megad. Éppen ezért az elmúlt 8 évben megtízszerezték a határon túliak támogatását, tette hozzá Semjén Zsolt. Nyilvánvalóan a kárpátaljai magyarság van a legnehezebb helyzetben az összes nemzetrész közül.
részint az ukrán nacionalizmus miatt, részint pedig Ukrajna általános szegénysége miatt. Következésképpen a legnagyobb segítségre szorul Magyarország részéről, és természetesen a legnagyobb segítséget meg is adjuk. Ennek három kulcs mozzanata van. Az egyik a hagyományos támogatási formák az óvodától a főiskoláig, hiszen az oktatáson múlik a magyar identitás. Ezért minden, ami oktatás, kultúra, hagyományőrzést, ugye az értelemszerűen nagyon nagy összegekkel támogatjuk, csak megjegyzem, hogy meg tízszereztük 2010 óta a határon túli magyarságnak a támogatását. Itt egyetlen dologra hadd térjek még ki, konkrétum tekintetében, a Beregszászon létrehozandó sport és kulturális centrum ügyében most gyorsan egyeztettük még Brenzovics elnök úrral és Eszták Miklóssal, úgyhogy ennek most sürgősen meglendítjük ennek a beruházásnak az ügyét. A másik ugye az állampolgárság, a nemzetközi jogi egyesítése. Itt azt kell látni, hogy az elszakított területek magyarsága nem azért él itt, mert kivándorolt ide, hanem mindig is itt élt, és a történelem viharai szabdalták szét a történelmi Magyarországot. És ezért ők a szülőföldjükön szeretnének boldogulni, joguk van arra, hogy a szülőföldjükön éljenek, és nyilvánvaló, hogy az állampolgárság megadása erősíti a magyar összetartozást, hiszen a magyar mindig egyfelől kultúrnemzet volt, másfelől politikai nemzet. És ezért a közjogi egyesítés hasonlóan fontos, mint az identitás megőrzésnek a támogatása. A harmadik kulcselem pedig a gazdaságfejlesztés, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, hanem igével, de megfordítva is igaz, hogy nem csak igével, hanem kenyérrel, és ezért soha nem látott gazdaságfejlesztést hajtunk végre a Kárpát-medencébe, a Vajdaságtól a Felvidéken át Erdélyig, de ennek is egyik leghangsúlyosabb része Kárpátalja. Ami jó az itt élő magyarságnak, az infrastruktúra fejlesztés miatt, a megnövekedett gazdaság miatt jó az itt élő többségi nemzethez tartozóknak is. A magyar gazdaság is bővül ezáltal, és végig is Ukrajnába jön a pénz, tehát jó a magyarságnak, jó az itt élő nem magyaroknak is, jó magyar államnak is, és jó az ukrán államnak is. És itt egyetlen konkrétumot emellék most csak ki, és itt köszönetet mondok a kormányzó úrnak is. Az autóútépítés úgy néz ki, hogy most egyenesbe jutott, és nagyon komoly összegekkel a magyar állam ezt megtámogatja, hiszen az infrastruktúra fejlesztés megint csak olyan, hogy mindenkinek jó. És azt gondolom, hogy amikor a magyar állam az identitás megőrzést, az állampolgárság megadását, vagy a gazdaságfejlesztést csinálja, akkor a természetes kötelességét teljesíti, hiszen a magyar államnak az értelme és a célja az, hogy a magyar nemzet fennmaradjon, a magyar emberek életminősége javuljon, és csak akkor tud fennmaradni a magyar nemzet, ha minden nemzet része fennmarad, az anyaország, Erdély, Felvidék, Délvidék és természetesen Kárpátalja. A KMKS, vagyis a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szerződést írt alá a 21 Ushorod televíziós csatornával. A megállapodás értelmében a csatorna műsor idejének felét vásárolta meg a Kulturális Szövetség, tehát a 24 órás műsoridőből 12 órát a KMKS által létrehozandó új Kárpátaljai Magyar Televízió fog szolgáltatni. Az említett csatornán már júliusban elkezdődtek a magyar nyelvű próbaadások. Az induló Kárpátaljai Magyar Televízióval kapcsolatos részletekről Kulin Zoltánt, a televízió nemrég kinevezett vezérigazgatóját, a Kárpátaljai Megyei Állami Televízió és Rádió Társaság korábbi vezérigazgató helyettesét kérdeztük. A 21-es csatorna még májusban ajánlotta fel a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek, hogy eladná a televízió részvényeinek a felét. A szerződés, valamint a vonatkozó törvények értelmében az új regionális televízió napi 6 órányi ukrán nyelvű és 6 órányi magyar nyelvű adást készíthet. Kísérleti jellege július 1-től kezdtük el a műsorokat a 21-es csatornán. Földi sugárzású, analóg rendszerben fogható, digitális rendszerben fogható, emellett még kábelben és online is nézhetők az adásaink. Július 1-től, ahogy említettem, ez a műsor már kísérleti jelleggel nézhető is. A magyar nyelvű adás fél órában jelentkezett, minden nap közép-európai idő szerint 20 órától jelentkeztünk, és másnap reggel 6 órától ismételtük meg ezt az anyagot. Ez a fél órás blokk, ez gyakorlatilag 5-10 perces híreket tartalmazott, és
általunk, vagy a határon túli magyar médiaműhelyek által gyártott dokumentumfilmek, kisfilmek, riportfilmeket tűztünk műsorra ebben a blogban. De volt már olyan műsor is, hogy teljes egészében mi töltöttük ki, riportokkal, tudósításokkal. Augusztus 13-ától beindult az ukrán szerkesztőség is. Az ukrán szerkesztőség egy órát vállalt kísérleti jelleggel. A műsorstruktúra körülbelül ugyanaz, hírek, magazinműsor és filmek. Az ukrán rész kialakításával jobban állunk, hiszen rengeteg olyan filmet vásároltunk, hát a mai napra 112 óra olyan filmet, ami bemutatható, jó minőségű, ukrán nyelvre adaptált, tehát BBC, CNN-es produkciók, David Attenborough-nak a sorozatai, nem tudom, hogy ez mennyire bírja ki a reklámot, és mennyire itt a tűrőképesség, de nem fogom részletezni ezeket tovább. Tehát az ukrán műsorral úgy tervezzük, hogy szeptember végéig teljes egészében tudjuk biztosítani majd a ránk eső 6 órát. A magyar részre vonatkozóan pedig úgy tervezzük, hogy az év végéig mindenféleképpen szintén átérünk a teljes 6 órás műsorral, és így aztán kiadjuk ezt a felet, ezt a 12 órát. A magyar és ukrán nyelvű adások stabil működéséhez mintegy 60 főre lenne szükség az újonnan kialakított szerkesztőségben, akik egymás mellett dolgozva állítanának elő összesen napi 12 órányi műsoridőt. Naponta úgy tervezzük, hogy eredeti anyagból, ebből a 12 órából mind a magyar, mind az ukrán szerkesztőség olyan egy-másfél órát fog biztosítani. Ez azt jelenti, hogy napi 3 óra eredeti anyagunk lesz ebből a 12 órából. Ami még ebben érdekes, hogy mivel megosztozunk a műsoridőben az ukrán partnerrel, igyekeztük úgy felosztani a műsoridőt, hogy mind a reggeli, mind az esti főműsoridőben legyen nekik is egy műsorsávjuk, és nekünk is. Hétköznap ez úgy alakul, hogy körülbelül 2 órás műsorblokkokkal jelentkezünk. Hétvégén viszont mivel már többen otthon vannak, meg különböző rétegű, tehát a lakosság különböző rétege is otthon van, akihez szólni szeretnénk, ezért 2,5-3,5 órára szabtuk ezt a megjelenési határidőt. Ami pedig azt illeti, hogy ki is a célközösségünk, mondhatnék itt hatalmas szavakat, hogy függetlenek szeretnénk lenni, meg közszolgálati jellegűek szeretnénk lenni. Természetesen közszolgálati jellegűek szeretnénk lenni, de ez a Kárpátaljai Magyarság televíziója. Tehát minden olyan hírt, ami a Kárpátaljai Magyarságot érinti, szeretnénk bemutatni. Ez lehetetlen. Ilyen televízió még nem volt sem a Vajdaságban, ahol sokkal előrébb tartanak a nemzeti televízió kiépítésében, mit mondjak, sem Erdélyben, ahol rengeteg televízió van, ez még nem sikerült. De hát ezt kell elérnünk, ezt a célt kell elérnünk. A közszolgálati jelleg mit jelent? Azt jelenti, hogy szeretnénk különböző kategóriáknak, rétegeknek készülő, megszánt műsorokat gyártani, ifjúsági műsorokat, gyermekműsorokat, családműsorokat, életmódmagazinokat gyártani, természetesen a hír és hírháttér jellegű műsorokkal. A hír és hírháttér jellegű műsorok, azok főleg hétköznap, tehát a hétköznapokon fognak dominálni. Ezek a magazin jellegű műsorok pedig a hétvégeken, szombaton is vasárnap. Így tervezzük. Szerződést kötünk az MTVA-val, hogy egyrészt tovább képezzék a munkatársakat. Mert ami az ukrán szerkesztőket illeti, ott nincs gond, ott gyakorlatilag tudjuk biztosítani a megjelenéshez szükséges háttérgárdát. A magyar műsorokhoz viszont nagyon nagy a hiány a szakemberekből. Itt segítségünkre lehet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, amely szintén tervez kommunikációs szakot beindítani. Segítségünkre lehet az Ungvári Nemzeti Egyetem, ahol van kommunikációs szak, csak azon belül nincs magyar újságíró képzés. Ezen kívül pedig, hát aki jelentkezik, és úgy látjuk szép magyar szóval élve a casting után, hogy megfelel, akkor szintén felvesszük. Jelen pillanatban, amikor az interjú készül, nagyon nagy hiányban, szerkesztőkben, szerkesztőriporterekben, hírszerkesztőkben. Technikai részt úgy néz ki, hogy már biztosítani tudjuk. A televízió az egykori KMK székházba költözik, mivel a többszöri nacionalista támadás sorozat után a szövetség egy új székházba kényszerült. A felgyújtott, majd felrobbantott épület felújítása után viszont megfelelő lesz a két egymás melletti szerkesztőség működéséhez. Amikor megtörtént a robbantás, az ominózus robbantás, akkor a magyar miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy támogatja a KMKS Ungvári székházának a felújítását.
Aztán KNKS elnökségi ülésen született döntés arról, hogy ezt az épületet átadják a leendő 21-es csatornának. A 21-es csatornának külön költségvetése volt, mint televíziónak, csak akkor még nem tudtuk, hogy pont a KNKS székházában lesz a televízió. Itt tehát a felújítás, ha úgy tetszik, két alapból is történik. Az egyik alap az, amit a miniszterelnök is ígért, a KNKS székházának a felújítása. A másik alap pedig a tévéstúdió kialakítása. Itt bizonyos költségek elesnek, tehát már nem kell bérelni ingatlanokat. Itt gyakorlatilag a stúdió kialakítása, egy műszaki eszközök beszerzésére vonatkozó költségek merülnek fel. Az, hogy mennyibe kerül az épület felújítása, azt nem tudom. Viszont azt elmondhatom, hogy több száz millió forintos működési költsége van erre az évre a 21-es csatornának, vagyis a KNKS televíziónak. Jelenleg 57 kárpátaljai fiatal futballista készül és játszik a Várda labdarúgó akadémia színeiben. A cél az, hogy a tehetséges határon túli gyerekek a későbbiekben bemutatkozzanak a kisvárdai felnőtt csapatban, valamint a korosztályos vagy a felnőtt magyar válogatott mezét is magukra húzhassák pályafutásuk során. 5-6 éve keresgettük a kárpátaljai futballistákat, hogy bevonjuk a kisvárdai futball életbe. A felnőtt csapatunkban már az elmúlt évben azért jelentős számmal meg is fordultak. Majd azt követően gondoltunk egyet, és szétnéztünk, mert ugye szélesebb piac a kárpátaljai, mint a mi kis területünk, és az akadémiánk elindulása kapcsán, hogy nagyobb merítési lehetőségünk legyen, elindultunk kutatni fiatal játékosokat, akik azt gondolják, hogy Európa felé vehetik az irányt, ezen belül Magyarországon akár le is telepedhetnek, futballozhatnak, megmérethetik magukat. És nagy szerencsékre a kormány elindított egy Kárpát-medencei futballprogramot, amelyet korábban már a csíkszeredai, erdélyi játékosok előttünk 3 évvel már kormányprogramon belül üzték. Majd szépen folyamatosan jött a Dunaszerdahelyi, a Dac, jött a Topolyai, jött az Eszéki, majd jött most a Lendvai, közben ugye mi is csatlakoztunk, és tulajdonképpen a Várda Sport Egyesület szervezésén keresztül a munkácsiakat megtaláltuk. A Munkácsi Labdarúgó Akadémia az már működött egy közös ismerősünknek a szponzorációjával, majd összeegyeztetve a két klubot, a programunkat, arra a következtetésre jutottunk, hogy egy olyan szoros együttműködés fogunk, amely mindkét partner, mindkét klubnak nagy előnyére szolgálhat. Tulajdonképpen szakmai és pénzügyi vonatkozásban is segítjük a kintieket. Rengeteg alkalommal jönnek át hozzánk edzésekre, az edzők tanulni, mi is mentünk, kurzusokat tartottunk nekik. Van egy olyan központi programunk, amely a Felsőti Akadémia közösen került kialakításra, amelyet ők is teljes mértékben átvettek, és egy olyan filozófiát fonosítunk meg, amely a felnőtt futballunkban már jelen van az elmúlt 8 év során, fellelhető jegyekkel. Azt gondolom, hogy a kárpátaljai gyerekeknek a mentalitása tökéletesen illik ebbe. Az ő fizikai felkészültségük egy picit a különböző testnevelés óráknak, szemléletüknek másabb, lényegesen erősebbek, akarnokabbak, nem annyira pegyhüttek talán, mint a mi fiataljaink, és ez egy olyan szemléletváltozást eredményezett a klubunknál, az akadémiáknak, amelynek most már az eredményei is egyértelműen mutatják, hogy nagyon jó útra tértünk. És azokat a játékosokat, akik kint tehetségesek közé sorolhatóak és akarnak tanulni is, azokat megpróbáljuk integrálni, megpróbáljuk behozni, akár az iskolába, akár csak a klubhoz, és még kint járnak, suliba átjárnak edzésre egy heti 3-4 alkalommal, meg a meccsekre, de megadjuk nekik a lehetőséget, hogy nem megbántva a kintieket, de talán infrastruktúrálisan jobb körülmények között és magasabb szakmai szintet adva nekik, az életpályájukat, a céljaikat Magyarországon keresztül érhessék el. Hány korosztályban, hány határon túli fiatal készül most jelenleg Kisvárdán? Jelenleg 57 játékosunk van Kárpátaljáról. A 2007-2008-as korosztálytól már jelen vannak. Nagyon erősek is vagyunk ezekben a fiatal korosztályokban. Azt gondolom, hogy az elmúlt mérkőzések ezt egyértelműen alá tudják támasztani. A játékosok közül sajnos nem mindenki tudja még a magyar nyelvet. Az első évben a magyar oktatásra fektetünk külön hangsúlyt, egy 0. szintet kapnak a játékosok, ahol külön magyar tanárokkal tanítjuk őket, illetve az itteni kollégiumai és korai elhelyezés is ezt a célt szolgálja, hogy próbálják meg a magyar szociális rendszert magukévá tenni.
és az edzéseket természetesen emellett még kiemelt számban is élvezhetik, és úgy gondolom, hogy ez az 57 kiegészülve a mi 150-160 játékosunkkal egy olyan fajta, amit az imént is említettem, plusz pozitív szemléletváltozást eredményezett. A magyar játékosoknak is a mentalitása pozitív értelemben nagyon-nagyon sokat változott, és úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon hasznos mind a játékosoknak, mind pedig a klubnak, és bízom benne, most is már 8-10 válogatott szintű játékosunk van, és most már mennek is a toborzókra válogatotthoz, hogy rövidesen magyar válogatottak sorát fogjuk tudni innen felvonultatni. Milyen létszámú és milyen képzettségű szakembergárda képzi ezeket a fiatalokat, gondolok itt a Kárpátaljáról érkezők és természetesen a itteniekre? Külön játékos megfigyelői hálózatunk van már Kárpátalján, több scoutot fizetünk kint, akik edzők is, Ungváron is, illetve Munkácson is, korábbi itteni játékosaink, akik jól beszélik a magyar nyelvet, illetve az edzőket, akiket kint foglalkoztatunk, azokat már bentébb régiókból is sajnos importálnunk kellett, mert Kárpátalján kevés az igazán magas tudású edző, és az is egy probléma kint, hogy nincsenek meg a megfelelő edzőképzések, nem alakult még ki az az UEFA rendszer, ami már nálunk jó ideje működik. Ezért az első időszakban tőlünk mentek ki szakemberek, tartottak oktatásokat, tartottak edzéseket, az utóbbi időben pedig már azon a számítógépes rendszeren keresztül dolgoznak, amelyet mi is alkalmazunk az utóbbi néhány évben, és edzések előtti vázlatokat, heti terveket és mérkőzés elemzéseket is már most feltöltik a rendszerbe, ott is megfelelő számítógépes ellátottság van. Tehát azt gondolom, hogy ezen a téren jelentős az előrelépés. Az edzőstáb, hát az a két klubnál majdnem 60 főt eléri. Én azt gondolom, hogy most már egy olyan garnitúrát sikerült összeállítanunk, akik ambiciózusak, akik fejlődni szeretnének, megvan mindenkinek az előrelépési lehetősége, és mint az eredmények mutatják, illetve a fejlődés, a játékosok egyéni fejlődése, mert talán most ezt mi azt gondolom jobban szem előtt tartjuk, mint bárki más az országban, azok azt mutatják, hogy bizony nagyon jó úton járunk, és rövidesen mondom, a legnagyobb cél az, hogy válogatottakat neveljünk, de viszont az sem elhanyagolható, hogy a felnőtt csapatban 7 játékos van már a keretünkben, ami nagy mértékben megkönnyíti az utánpótlás játékosoknak is az ide vonzását. Van még olyan terület, amelyen esetleg fejlődni akartok, vagy pedig most már elmondhat, hogy itt Kisvárda térségében is, Kárpátalján, ha feltűnik egy tehetség, mindenki a szemetek elé kerül? A kinti infrastruktúrális fejlődés az már látható. Jelenleg 6 pályát építünk, kollégiumot építünk kint. Ungváron már a Városi Nagy Stadion felújult, új fűves borítás kap. Mellette lesz még egy, napokban már elkezdődött egy komoly műfűves, az Avangár Stadionban egy komoly nagy 1568-as világítással rendelkező nagy műfűves pálya. Tehát tulajdonképpen az együttműködés az most már szemmel is látható, mert az infrastruktúra az... azt gondolom, hogy az egész Ukrajnát tekintve az nagyon jónak mondhatom majd, és szeretnénk egy olyan szakmai munkát is a későbbiekben ott kialakítani, amellyel adott esetben a helyiek tudnak versenyezni a magyar szakmaisággal is. 2 éve futballozol itt Kisvárdán, egy kis bemutatkozást elsőként. Mennyi idős vagy, hol kezdtél futballozni, honnan érkeztél? Én Munkásból jöttem, 2 éve már itt játszok. Itt nagyon jó pálya, minden nagyon jó edzeni, és van nagyon fontos cél, ez nyerni bajnokság, menni tovább, és menni az NB2. Mennyiben más Kárpátalján a futball, mint itt Kisvárdán? Tehát mi a különbség az ukrán és a magyar futball között, utánpótlás szinten, hogy látod? Ott nagyon erős foci, de itt is van ilyen csapatok, milyen nagyon jó, milyen nagyon erősek, és nagyon nehéz ott is, itt is játszani. Mennyire volt nehéz, vagy könnyű beilleszkedni, mikor átkerültél, hiszen csak országot kellett váltanod? Ott volt ilyen periódok, mikor nagyon nehéz volt. Volt 5 vagy 6 csoport nagyon nehéz, mert játszunk a NB1, és itt játszunk NB3, de ez nem baj, mi fogunk nagyon jól játszani, és megyünk tovább menni. Itt is van 2 vagy 3 nagyon jó csapat. Ki az edződ, és hogyan álltok eddig a bajnokságban? Béla Diák.
és László Bodnár, nagyon jó edzők, nagyon fontos és nagyon jó edzenek, mindig nagyon jó mutatnak, hogy kell csinálni minden, és minden nagyon jó. Gondolom van példaképet ki az, és mit szeretnél elérni felnőttként a fociban? Én nagyon akarok, van ilyen nagyon fontos cél, menni tovább, mindig nagyon sok edzeni, és fontos cél ez menni az NB2 és tovább, NB1, NB2. Önök a Határtalanul című magazinműsorunkat látták Magyarország és a környező országok együttműködéséről. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! A műsort támogatta a Külgazdasági és Külügyminisztérium.